Egy többfordulós tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt a sátor a Juhelyi Kazinci Ferenc magyar angol két tanítási nyelvű nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola második A osztályának kisdiákjai. Ennek eredményeként pedig megkapták a tehetségtámogató közösségi díjat is. A Tudásbajnokság tehetségtámogató közösségi díjat úgy sikerült a második A osztály az osztályommal, kedves osztályommal elnyerni, hogy a szeptemberben meghirdetett Tudásbajnokság komplex tanulmányi versenyre jelentkeztek a gyerekek, természetesen szülői támogatással. Ez a verseny egy hatfordulós levelezős versenyből, egy megyei fordulóból és egy országos döntőből. Ezekre természetesen a gyerekeknek havonta be kell küldeni a megoldott feladatokat. Ezekre a tantárgyonként jelentkezhettek a gyerekek, természetesen az érdeklődési körüknek megfelelően. Az osztálynak több mint a fele jelentkezett a tudáspróbára. Ez előzetesen a nevezésnek is feltétele volt. Az ilyen megmérettetések célja a játékos tanulás és ismeretszerzés. A verseny feladatai kiválóan alkalmasak arra, hogy élményét tegyék a gyerekeknek a tanulást, a tudásukat gyarapítsák, ösztönzi őket akár az önálló búvárkodásra, fejleszti a kreativitásukat, a probléma megoldó képességüket. Várjuk majd a félévi eredményeket is, ahol a gyerekek kapnak egy névre szóló emléklapot, arany, ezüst és bronz kitűző érmet. Nagyon-nagyon aktívan jelentkeztek, még csak második osztályos gyermekekről beszélünk, nagyon szorgalmasak, aktívak. Tényleg a szülőknek elmondtam, hogy mi a feltétele, hogyan lehet tulajdonképpen bekerülni a versenybe. Nagyon támogatóak voltak a szülők tulajdonképpen, amit nagyon köszönök nekik, és a gyerekek a mai napig is továbbra is lelkesen küldik be a feladatoknak a megoldásait, ami úgy történik, hogy vagy postai úton küldik be, vagy pedig online felületen is megoldhatják ezeket a feladatokat. Az eredeti célkitűzéssel összhangban a gyerekek élvezték a feladatmegoldást, és büszkék az eredményükre. Nagyon örülünk mindannyian, büszkék vagyunk, élveztük, és érdekesek voltak a feladatok, viccesek és tanulságosok, meg tudtuk csinálni egyedül is. Az iskola pedagógusai, és persze a gyermekek, felbuzdulva az eddigi sikereken, a jövőben is szeretnének hasonló megmérettetéseken részt venni.